arra gondoltuk egy pár hónappal ezelőtt Fischer Iván barátommal, hogy valahogy fel kéne hívni a helyi emberek figyelmét arra, hogy mi is ez az épület, kik is építették ezt, milyen életük volt, milyen hagyományaik, milyen életérzésük. És egy kicsit ezzel az egész hagyományt, az egész tradíciót és az egész dolognak az életérzését közelebb hozni azokhoz az emberekhez, akik lehet, hogy nap mint nap elmennek ezek mellett az épületek mellett, de nem látnak igazából bele, és nem tudják, soha nem, erről az oldalról ez nem lett megközelítve. Miről szól egy zsinagóga, ha esetleg járnak itt el gyalogosan, vagy autóval, vagy tömegközlekedéssel megcsodálják az épületet, de nem feltétlenül tudják, hogy miről is szól egy zsinagóga, akkor egy kicsit erről is beszélünk, egy kicsit közelebb hozzuk azok számára, akik egyébként is nyitott szemmel, füllel és főleg nyitott fejjel viseltetnek a város lakosság, a város történelme és hát a zsidóság iránt természetesen. A zsidó szerzőktől származó zeneszámokat adunk elő, és mesélünk a helyi közösségről, a helyi zsinagógáról. Fantasztikus volt, tényleg zenei iskolába tanítottam valamikor, és hát ez fantasztikus volt számomra. Nagyon sok olyan részlet volt, mint a filmzene lett volna, nem tudom, hogy így egy kicsit a hollywoodi filmzenék jutottak eszembe, és gondolom, hogy az ottani zeneszerzők azért nagyon eredeztettek nagyon sok ilyen dalnak. Én nem ismertem eddig a zsidó zenét, és nekem nagyon tetszett. Tehát gyönyörű szépek voltak a zenei művek. A helyszínt azt ismerem, az is fantasztikus, nagyon szép. A zsinagóga történetét nem ismertem, úgyhogy számomra minden újdonság volt, mert én nem szolnoki vagyok. Igaz, hogy tizenvalahány éve itt élünk, de annyira nem ismerjük a várost, úgyhogy ez mind újdonság volt, amit hallottunk. Nagyon szép és megható volt ez a ma este, és elgondolkoztam rajta az elődeinken, akik a 60-as években ezt a zsinagógát megvásárolták, és így nem lett az elenyészeté, és ma itt tudtunk összejönni, és emlékezni mindazokra, miközben szólt a zene, akik itt laktak, éltek, azokra a barátainkra, barátomra, Grünwald Robival, aki együtt jártam általános iskolába, és utána együtt is dolgoztunk sokáig egy munkahelyen. Azt gondoljuk, hogy a zene, ez a fajta zene, aminek van valami zsidó hangulata, vagy zsidó kötődés, ez közelebb hozza az embereket is. Sok-sok száz évre tekint vissza, és különösen a 19. századtól nagyon virulens és élettel teli zsidó közösséggel Magyarországon szinte nincs olyan falu, nincs olyan város, ahol ennek lennének meg a nyomai. Nagyon sok olyan zsinagóga van, ami a holokauszt után sajnos teljesen kiürült, a funkcióját vesztette, és ezek az épületek sokszor még a város közepén vagy a falva közepén a mai napig emlékeztethetnek embereket arra, hogy itt valamikor zsidó közösség él. Én édesapám egy szexuált virág kertész volt, és nagyon-nagyon sok zsidó családdal kapcsolatban volt. És nagyon jó barátságban voltak. Én emlékszem arra is, amikor a kaszásné Boriskát elvitték, és a patakpartban még beköszönt édesanyámnak, hogy Jolánka néni maga egy nagyon jó asszony volt, ő soha nem jött vissza. Viszont a Leopold Maca egy Szekszárdon élő gimnáziumi tanárnak lett a felesége, megmentette őt ettől a internálástól, és arra is emlékszem már, hát nagyobb lány lettem a 10 éves körüli, hogy édesapám virágcsokrokat, ilyen pici kis virágcsokrokat kötött, és azt nekünk ide be kellett hozni, úgy mondtuk, hogy mentünk a zsidó templomba, és a padokra elhelyeztük a virágokat, és fogalmunk sem volt, hogy ezt most szagolgatják, vagy az egész szertartás, mi semmit nem tudtuk, én római katolikus vagyok, de viszont lengyel menekült zsidó lány volt az én dédnagyanyám.